Mai kárpátai látogatásomnak a célja kettős volt. Az egyik az, hogy magyar kárpátaljai vezetőkkel találkozzak, és készüljek fel arra a lehetőségre, arra az eshetőségre, hogy az ukrán hatóságok, központi hatóságok kinevezik az ukrán megfelelőmet, aki a magyar-ukrán kormányközi kisebbségi vegyes bizottságnak az ukrán társelnöke lenne vagy lesz. Ennek érdekében folytattam egy megbeszélést a kárpátaljai magyar vezetőkkel, hogy felkészüljünk azokból a témákból, amelyek feszítik jelenleg a kárpátaljai magyar közösségeket, és hát lássuk, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy milyen lehetőségek várhatóak a jövőbe ezen a területen. Ezen kívül pedig hát megragadtam azt az alkalmat, hogy itt Ungváron a magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottságnak a szlovák társelnöke főkonzul, Szlovákia főkonzulja Ungváron, ezért vele is beiktattunk egy találkozót, ahol megbeszéltük a soron következő magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottsági ülésnek egyes részleteit, valamint a tavaly Pozsonyban elfogadott jegyzőkönyvnek bizonyos pontjait, amelyeket elfogadtunk, és amelyek kivitelezés alatt vannak, vagy előkészület alatt. Ez a két fontos célom volt. A kárpátaljai magyar kisebbségnek a helyzetével kapcsolatosan nagyon értékes információkat kaptam, és nagyon aktuálisakat. Három törvényt beszéltünk át. Az egyik az oktatási törvény, ami 2017-ben lett elfogadva. Na most hozzá kell tenni, hogy ez az oktatási törvény akkor, amikor el lett fogadva a kijevi parlamentbe, attól a pillanattól kezdve a kisebbségi vegyes bizottságnak a munkája teljesen lefagyott. Gyakorlatilag az ukrán fél nem válaszolt egyik levelemre se, jelen pillanatban teljesen le van fagyva, semmilyen kapcsolat nincs ezen a területen és ezen a csatornán, a kormányközi kisebbségi vegyes bizottság csatornáján. A másik törvény, amit végigbeszéltünk, az a területi átszervezésnek a törvénye, hiszen ez is, ahogy tapasztaltam az elmondottakból, és magamnak szintetizáltam, összeraktam a képet, ez körülbelül 20-25%-kal csökkenti annak esélyét, hogy a magyar közösség részt vegyen és sikerre részt vegyen a következő úgy önkormányzati, mint országgyűlési választásokon. Visszatérve az ön kérdésére, az oktatási törvény, sőt, még a nyelvtörvényről is beszéltünk, annak is vannak érdekes vetületei, amelyek megnehezítik a nemzetiségi nyelveknek a használatát Kárpátalján. De visszatérve a törvényre, amit tetszett említeni, itt csak egy dolgot, ha szabad mondani, és összegzésképpen. Itt lehet beszélni arról, hogy 50%, 60%, 80%-ban lehet tantárgyakat felvenni és a kisebbségi nyelven tanítani, de van egy óriási szűrő és küszöb, amit az érettségi vizsga jelent. Az érettségi vizsgát pedig ukránul kell letenni, és ez az érettségi vizsga számít az egyetemi felvételeknél is. Szóval nagyon nehéz egy magyar családnak eldönteni, hogy milyen iskolába, milyen tannyelvű iskolába adják a gyereket, hiszen ha itt akar egyetemre menni, itt akar érettségizni, Kárpátalján, a szülőföldjén akar maradni, akkor mindenképpen arra fel kell készülnie, és ez nehézségeket fog okozni, hogy ukrán nyelven kell az érettségit letenni. Ez egy nagyon nagy küszöb és szűrő, ami gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy nagy részbe
megsemmisíti akár az előző intézkedéseket, ugye azt, hogy 80%-ig 5. osztályig vagy 9. osztályig lehet tanulni anyanyelven, viszont mellette ugyanazt meg kell tanulni ukrán nyelven is, ha érettségizni akar egy diák. Ha létrejön egy ilyen találkozó, és azért a magyar fél, amennyire tudom, miniszterelnök úrunk mindenképpen nyitott a párbeszéd felé, sőt, biztos is, hogy nyitott, ezek a problémák mindenképpen említésre kerülnek. Most kérdés, hogy az ukrán fél hogyan reagál. Hiszen az egész megnyilvánulás és törvényhozás abba az irányba mutat Kijevbe, vagyis Ukrajnába, hogy Ukrajna egy homogén nemzetállamot akar létrehozni, előbb-utóbb. Nyilván nem 5 éven belül, 10 éven belül, de egy generáción belül mindenképpen. Ez nagyon nehéz helyzetbe hozza a nemzeti közösségeket, a nemzetiségi közösségeket, akik meg szeretnének maradni abba az identitásba, amelyikbe születtek. És mi úgy gondoljuk, hogy ez ma Európában nem egy ördögtől való dolog, hiszen Európának az egyik alapvető motója az, hogy egység a sokszínűségbe. És ez az egység a sokszínűségbe, főleg, hogy Ukrajna az Európai Unió felé törekszik, nem csak európai szinten kell megnyilvánuljon, hanem igaz kell legyen egy-egy országon belül is.